Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Városkapu lakópark. Több milliárd forintos beruházás épül Szekszárdon. Ellenőrzések húsvétkor. Az ittas vezetőket szűrik az egyenruhások. Ideje lecserélni a téli gumikat. Senki ne spóroljon az abroncsokon. Húsvéti népszokások. Egyre fogynak az ünnep tradicionális elemei. Több milliárd forintos beruházás készül Szekszárdon. A néhány évtizede parlagon álló területen most egy 117 lakásos lakópark épül. Az épület együttesben több okos otthon is helyet kap majd, és a környezetbarát technológiának köszönhetően a vásárlók a zöld hitelre is jogosultak. A teljes beruházás 2023 év végére elkészülhet. Eleget tesznek a több mint 700 éves hagyománynak, és daruval vonják fel a bokrétát az épülő Városkapu lakópark területén, hiszen a munkálatok első üteme elérte a legmagasabb pontját. Az elmúlt 20 év egyik legnagyobb beruházása zajlik Szekszárd déli részén. A lakópark kettő ütemben készül, összesen 117 lakás kerül majd értékesítésre a két ütem végén. Az első ütem mellett állunk, ahol három épület már szépen kinőtt a földből. Az első ütemben 57 lakás készül el, amit várhatóan még az idén átadnak. A környezetbarát technológiának köszönhetően biztosítják a költséghatékonyságot, és így a zöld hitel is felvehető a lakások megvásárlásakor. A földszinti lakásoknál nagyon nagy kertület, valamelyik 100 négyzetméternél nagyobb önálló kertet biztosít saját használatban, tehát azok is megtalálják a számításokat, akik zöldebb környezetben voltak eddig esetleg, vagy zöldebb környezetre vágynak. A lakások 53 és 80 négyzetméter közötti méretben készülnek el, és a legtöbbhöz kapcsolódik egy nagyobb terasz is. A zöld terület és a parkolók száma is kétszer annyi lesz, mint a kötelezően előírt, és egy nagy játszóteret is kialakítanak majd, hogy még családbarátabbá tegyék a környezetet. Máté Péter, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, a 10-es választókerület fejlődését és szépülését szolgálja ez a beruházás. Magas színvonalú, jó minőségű lakásokat építenek, mennyezet, hűtés, fűtés, lifteket lesznek ezekben a házakban, tehát csak három emelet, de mégis liftes lesz, tehát egy kimondottan prémium minőségű lakópark épül itt. 2023 év végén, de legkésőbb 2024 évelején elkészülnek a munkálatokkal, és átadhatnak minden lakást az új tulajdonosának. Megállapította az április 3-ai országgyűlési képviselő választás országos listás eredményét csütörtöki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A parlamenti választáson a magyarországi választók egyrészt szavazhattak az egyéni választókerület jelöltjére, másrészt a pártlistákra, illetve nemzetiségi választók a nemzetiségi listákra. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők levélben szavazhattak a pártlistákra. A legtöbb érvényes levélszavazatot a Fidesz-KDNP listája kapta, 251.468-at. A DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP párbeszéd listája 11.034-et, a Mi Hazánk Mozgalom listája 2.836-ot, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt listája 1.636-ot, a Normális Élet pártja 601-et, a Megoldás Mozgalom 259-et. A bizottság a DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP párbeszéd listának 38, a Fidesz-KDNP-nek 48, a Mi Hazánk Mozgalomnak 6 országos listás mandátumot tudott kiadni. Az ittas vezetőket szűrik az egyenruhások az ünnepek alatt Tolna megye útjain. A rendőrség fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, ami azt jelenti, hogy tilos bármilyen alkoholt fogyasztani gépkocsi vezetés előtt vagy alatt. Azonban ne csak a rendőri ellenőrzéstől való félelem tartson bárkit is vissza az ittas vezetéstől, hanem a negatív élmény, ami elkíséri egy életen át, ha egy vétlen közlekedőnek súlyos vagy maradandó sérülést okoz. Folyamatos, fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak az autóvezetők az utakon a húsvéti ünnepek alatt az egész országban, így Tolna megyében is. Ebben az időszakban, a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva ugyanis gyakori, hogy a sofőrök ittasan ülnek a volán mögé a locsolkodást vagy a húsvéti ebédet követően. Ezért a rendőrség úgy döntött, hogy az idei évben is fokozottan ellenőrizni fogja
ezt a szabályszegést, hiszen ha valaki itt a sanokhoz balesetet és esetleg az halállal végződik, az nagy valószínűséggel börtönbüntetésre számíthat az a járművezető, aki ilyen balesetet okoz. A rendőrség évről évre felhívja a figyelmet arra, hogy az ittas járművezetés mennyire balesetveszélyes, nem ritkán pedig tragédiába is torkollik. Az ünnepek alatt különösen húsvét vasárnap és húsvét hétfőn számíthatnak Tolna megye útjain ellenőrzésekre. Minden járművezetőt megállítanak, alkoholszondát fújatnak velük, és hogyha mindent rendben találnak, akkor tovább autózhatnak. Azonban, hogyha bárkinél ittasságot feltételeznek, akkor további eljárásra számíthat. Biciklizés során is figyelni kell arra, hogy csak is abban az esetben ülhet valaki kerékpára, ha vezetőképes állapotban van. Ha az egyenruhásokban felvetődik a gyanú, hogy a kerékpáros a megengedettnél több alkoholt fogyasztott, ugyanúgy meg kell fújni a szondát, és eljárást indítanak ellene. Naponta 9-10 ezer ember érkezik Ukrajnából, és már a 601 ezret is meghaladta a Magyarországra menekülők száma, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György elmondta, a kormány felkészült a menekültek fogadására, és sikerült koordinálnia a civilek és a segélyszervezetek munkáját is. Hozzátette, a kormány már mintegy 3 milliárd forint értékben küldött segélyszállítmányt Kárpátaljára és Nyugat-Ukrajnába. Lecsengőben az influenza szezon. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján április 4-e és 10-e között 16 ezeren fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz. Az ezt megelőző héthez képest ez 22%-os csökkenést jelent. A fővárosban és 15 megyében, köztük Tolnában is csökkent, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében emelkedett, míg Baranya, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyében nem változott az orvoshoz fordulók gyakorisága. Továbbra is a gyerekek a legérintettebbek, a betegek 33,8%-a volt 15 év alatti, 34,3%-a pedig a 15-34 éves korosztályból került ki. A nem az évszaknak megfelelő autógumi használatával csökkenhet a jármű tapadása, ami még tovább ronthat az abroncs elhasználódott futófelülete. Ilyen esetben megnövekszik a fékút hossza, ami balesetet okozhat. A szakemberek azt tanácsolják, a csere elérkeztével senki ne spóroljon a gumiabroncsokon. Éppen kereket cserélnek a tolnai Antal szervizben. A jó idő megérkeztével egyre többen döntenek úgy, hogy leváltják téli gumiaikat, és áttérnek a nyári garnitúrára. A szakember szerint plusz 7 Celsius fok felett indokoltá válik a nyári évszaknak megfelelő abroncsválasztás. Antal Zoltán tulajdonos szerint fontos, hogy mindig megfelelő gumival legyen felszerelve a gépjármű, hiszen kopott vagy sérült futófelület esetén nőhet a fékút távolsága. Fontos, hogy senki ne sajnálja kicserélni elhasználódott kerekét, hiszen egy esetleges baleset csak többletköltséggel jár a tulajdonos számára. Téli szezonnak most vége, ugye nyári szezon jön, hát hogy a kezdete mikor történik, hogy mikor kell nyári gumi a téli után, hát ugye ez egy nagy köd, mindenki beszél róla, egy átlagos X hőmérsékletről, ugye mondjuk 7 fok, de hát ugye, amikor reggel mínusz 2 van, és délután 22, hát ott ugye legyen okos az ember. Hozzátette, visszatérő hibaként előfordul, hogy a téli gumit az emberek megpróbálják lekoptatni a nyár folyamán. Nem megfelelő tapatás esetén a fékút hossza akár 10%-kal is megnőhet. A nyári guminak ugye maga a tapadóképessége is más, ugye ott esetleg fogyasztásban is megjelenik az ügyfélnek, mint egy téli gumi. Nál, ugye, mert a téli gumi az, hát ugye a nyári meleg aszfalton ugye nem megfelelő egyáltalán. A balesetek elkerülése véget tehát fontos, hogy mindig az évszaknak megfelelő gumival legyen felszerelve a gépjármű. Egy garnitúra ára átlagosan 50 és 130 ezer forint között mozog a piacon, a gyártótól függően. Április 20-án kezdődik és május 20-áig tart az óvodai beiratkozás, közölte az oktatási hivatal. Minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik évét, szeptembertől legalább napi 4 órában óvodai nevelésben kell részesülnie, annak érdekében, hogy időben elkezdődhessen a gyerek közösségbe szoktatása és felkészítése a majdani iskolakezdésre.
A felvételt a szülőnek gondviselőnek szükséges kérelmeznie. Az oktatási hivatal levélben hívta fel az érintett szülők gondviselők figyelmét a határidőkre, tudnivalókra. A kötelező felvételt biztosító óvodák listája és a körzethatárok elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Adott településen a beiratkozás módjáról és pontos idejéről az óvoda, illetve az önkormányzat ad tájékoztatást. A hivatal közleményében kitért arra is, hogy az óvoda kezdés halasztását április 15-éig kérelmezhetik a szülők a területileg illetékes járási hivatalnál. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amelyben összefonódtak az egyházi és népi hagyomány elemei. Ezek másképp jelennek meg területenként és népcsoportonként. Szakemberek szerint azonban az évek múlásával a szokások eltűntek, vagy csak az egyházban maradtak meg. Az egyházi és a természeti hagyományok leginkább a húsvétben fonódnak össze. Bár ezek jelentős részben eltűnőben vannak, a néprajzkutatók munkájának köszönhetően kiderült, hogy népcsoportonként és vidékenként sok-sok szokás élt. Ez is mutatja, hogy a húsvét a keresztény hit legjelentősebb ünnepe. A húsvét mindennapjához kötődtek szokások, kezdve a barka szenteléstől a víz és tűz szentelésig, vagy a tojás festéséig, mely a perzsa időkig nyúlik vissza, és van jelen az emberi kultúrában. A tojás talán a leginkább közkeletű jelképe az ünnepnek. Ez is egy igazából egy ősi motívum. A tojás igazából az újjászületésnek, vagy az új életnek is a jelképe. Most az érdekesség, ugye, hogy ez a tojásnak ez a húsvétkor is tapasztalható funkció igazából nagyjából itt a Kárpát-medencéig maradt meg, tehát Kelet-Közép-Európában maradt meg, nyugaton annyira már nem jellemző. A világi szokásokban a locsolkodás az, amelyik még átöröklődött, mely a megtisztulás jelképét hordozza. A húsvét hétfői szokás azonban nem volt elterjedt mindenhol. A Tolna megyében is vannak olyan települések, hogy például Báta vagy Cikó, ahol a 20. századig nem volt locsolás. A 19. században korábban nem gyakorolták ezt a szokást. Bár a hagyományok az élet modernizálódásával eltűnőben vagy átalakulóban vannak, a valláshoz kötődőek, mint az ételszentelés vagy az Emmaus járás azért megmaradtak. Idén már 16-an haltak meg vasúti átkelőkben, majdnem annyian, mint tavaly egész évben. Ezért figyelemfelkeltő vasútbiztonsági kampányt indít a MÁV a balesetek visszaszorítása érdekében. A múlt hetet Fekete Hétnek nevezte a vasúttársaság vezérigazgatója. Mint emlékeztetett, akkor hatan vesztették életüket vasúti átjáróban történt balesetekben. Közölte, szeretnék szigorítani a kreszt, szigorúbban büntetnék például a sorompórongálást, visszatartva azokat, akik veszélyeztetik a közúti és a vasúti közlekedés biztonságát. Ennek érdekében jogszabálymódosítást kezdeményeznek. Húsvéti kézműves foglalkozást szerveztek Dombóváron. A tradicionális tojásfestési technikák mellett a résztvevők kipróbálhatták az újra teret hódító nemezelést, vagy éppen elkészíthették az ünnep szimbólumait, a bárányt és a nyulat. A délelőtt folyamán az is kiderült, hogy a legkisebbek örömmel viszik tovább a locsolás hagyományát is. És akkor most, tedd rá fejét, légy szíves! Húsvétváró rendezvény helyszínéül szolgált Dombóváron a helytörténeti gyűjtemény udvara. A szervezők igyekeztek minél színesebb programokat összeállítani, tudtuk meg az igazgatótól, Müller Ádámtól. Könyvtárosok készültek egy nagyon helyes kis fonalból báránykát lehet készíteni, aztán Miklós Edit vezeti a nemezelő foglalkozást, ő egyébként a művöltési házban szakkört is működtet, tojást is lehet festeni, és azon kívül Dámi Ildikóval pedig ilyen kis ékszereket lehet készíteni. A tojásokat a művelődési központ dolgozói készítették elő a húsvétváró foglalkozásra. Hagyományos eszközök kerültek elő a díszítéshez, melyben Molnár Éva nyújtott útmutatást az érdeklődőknek. Kétféle eszközt hoztam. Hoztam a hagyományos gicát, meg amit a kisebbek is tudnak használni, ez egy ilyen gombostű fejes eszköz. Itt láthatjátok is, ahogy a kisebbek a gombostű fejjel dolgoznak, ezzel csak pöttyöt és vonalkát lehet rajzolni. És ilyen. A délelőtt során a gyerekeknek a kézműves foglalkozások mellett nyúlsimogatásra adódott lehetőség. Az is kiderült, hogy a legtradicionálisabb húsvéti szokásunkról sem feledkeznek majd el a fiatalok, mesélte Asztalos Dániel. Mi egy ilyen nagy emeletes házban lakunk, és a szomszédokat
szoktam locsolni, és a verset, amit szoktam mondani, az az, hogy zöld erdőbe jártam, kék virágot láttam, el akart hervadni, szabad elocsolni. Dombóváron igazi tavaszi környezetben volt lehetősége kicsiknek, nagyoknak arra, hogy a húsvéti ünnepre hangolódjanak. Regionális híreink következnek. Teltházat hoz az ünnep. Benépesülnek a dél-balatoni szállodák húsvétkor. Közeleg a strandszezon. Újra előkerülhet az Orfűi Aquapark ügye. Helyi piacok, termelők. Lehetőséget kell adni a gazdáknak. Benépesülnek a dél-balatoni szállodák húsvétkor. Főként belföldi vendégek foglaltak szobát átlagosan 2-3 éjszakára. Nyuszi simogatóval, valamint tradicionális húsvéti ételekkel készülnek a hotelek a 4 napos hosszú hétvégére. Egymás után érkeznek a vendégek ebbe a siófoki szállodába. A legtöbben kisgyerekes családok töltik itt a hosszú hétvégét. Változatos gyermekprogramok vannak, nyuszi simogató, kézműves foglalkozások, arcfestés, pizsiparti, minden napra készültünk valamivel a gyerekeknek, annak érdekében, hogy a szülők egy kicsit pihenni tudjanak a hosszú hétvég alatt. Amíg a gyerekek a játszóházban töltik a napot, addig a szülők pihenéséről is gondoskodnak a szállodában. A hotel vezetője elmondta, általában 2-3 éjszakára foglaltak szobát a vendégek. Jellemzően elfelezték a hétvégét a családok, feltehetőleg a másik felét otthonukban vagy családi körben töltik, és hát nagyon örülünk, ugye tavaly és tavaly előtt is ebben az időszakban még zárva volt a szálloda a Covid járvány miatt. Ebben a zamádi szállodában már a húsvéti sonkát is berendelték, elsősorban hagyományos ételeket készítenek a hosszú hétvégére. A legtöbb foglalás már hetekkel ezelőtt megtörtént, már csak néhány szabad szoba maradt. A húsvéti ünnep az mindig egy felkapott és keresett időszak, úgyhogy ez idén is így alakul. Kb. 95%-os teljesítettségen vagyunk, úgyhogy még van pár szobánk, és gyakorlatilag bízunk benne, hogy még esetleg az utolsó pillanatban még ezek is akár el fognak kelni. Ebbe a szállodába is elsősorban belföldi turistákat várnak húsvétra. A nyárra azonban már több országból is foglaltak szobát. Előre láthatóan a főszezonban is teltházzal üzemelnek majd. A nyár közelettével újra előkerülhet az Orfűi Aquapark kérdése a pécsi közgyűlésben. Mint ismert, felmerült, hogy a létesítményt ideiglenesen megnyitnák ebben a szezonban. Azonban a szükséges felújítás költségeit sokalja a pécsi városvezetés. Egy hete a Fidesz tett egy javaslatot arra, hogy hol találhatnának erre forrást a költségvetésben. Most ezt szemtől szemben is megtehetik a képviselőtestület tagjai április 19-i ülésükön. Az Orfűi Aquapark látható ezeken a korábbi felvételeken. A használaton kívüli létesítménynek ma már új tulajdonosa van. Ők nagy ingatlan fejlesztésbe kezdenek itt később. Azonban jön a nyár, ezért felmerült, hogy átmenetileg meg lehetne nyitni a strandot. Azonban ezt Péter Fiatilla és a pécsi városvezetés nem támogatja, felesleges pénzkidobásnak tartják. A pécsi Fidesz frakció szerint a boszorkányüldözésbe fulladt sikertelen átvilágítás, illetve az önkormányzati média támogatása fedezni az újranyitást. Javaslatot tettünk Péter Fiatilának, hogy tegye fel a kérdést a pécsieknek, hogy mit szeretnének idén, fürdőzni az Orfűi Aquaparkban, vagy pedig az ő fényképét, illetőleg ügyvéd barátjának a különböző sértegetéseit olvasni a propaganda médiában. Legyen bátor Péter Fiatilla, kérdezze meg a pécsieket, és akkor meglátjuk, hogy mire szavaznak, és amelyik változat nagyobb támogatást kap, én azt gondolom, hogy arra kellene fordítani a pécsiek adóbefizetéseit. A teljes felújítás csak nem 200 millió forintba, míg a részleges megnyitás is csak nem 100 millióba kerülne. Erre a megállapításra jutott az Orfűi Aquapark újranyitását vizsgáló műszaki jelentés, amit a pécsi városháza adott közre. Ezt azonban bőven fedezné a haveroknak kifizetett pénz a polgári oldal szerint. A javaslatot az áprilisi közgyűlésen újra előhozhatja a Fidesz, ugyanis 19-én ülésheznek a pécsi képviselők.
Kiemelt támogatást kap a következő időszakban a vidék, a mezőgazdaság, így a helyi termelők is megélhetnek szülőföldükön. Azonban az értékesítési lehetőségeiket biztosítani kell, így Pécsen is fontos cél, mondta Baranyai fejlesztési biztos tábunknak. Kővár János szerint a helyi gazdaságot erősíti a helyi termelők helyzetbehozása. Ez pedig egészséges, nem messziről ide szállított élelmiszereket jelent az embereknek. Sonkák, húsáruk és minden, amit a helyi termelők készítenek, megtalálható a Patronus Szövetkezet pécsi piacán húsvét közelettével. Az ilyen helyi termékek még nagyobb szerepet kaphatnak az élelmiszerellátásban a következő években, mondja a megyei fejlesztési biztos. Most a kormány célkitűzése az, hogy több 1000 milliárd forinttal támogassa a mezőgazdaságnak az újraélesztését a falvakba, hiszen valaha is európai listára voltunk, hiszen hogy most is az vagyunk. És nagyon sokan tudnának ebből nyilván megélni a falvakban. És nem kellene akkor bevándorolni városokba, ipari vagy betöntött munkát végezni azoknak, akik egyébként a földön kiválóan egyengetnék az élelmiszerellátást. Ehhez kellenek azok a piacok, amelyek helyet adnak a termelőknek. Ha akadozva is, de Pécsen is egyre nagyobb szerepet kapnak ezek, mondja Kővári János. Ez egy pici része ennek a projektnek. Hajnóci utcai piacot is ezért újítottuk fel annak idején, az új vásárcsarnok is ennek épült, és hát én úgy tudom, hogy most a Dianétéri piacnak is egy felújítására készül a város, azzal együtt, hogy ott még van mit megbeszélni az ott árusítókkal, mert egyelőre nem sikerült gondoskodni arról, hogy amíg a felújítás tart, addig mi lesz az ott árusítókkal. A politikus azt mondja, a helyi termelők segítése a cél, hiszen az itt termelt élelmiszerek szállítása nem terheli annyira a környezetet, mintha több száz vagy 1000 kilométerről hoznák azokat. Ráadásul bevételhez jutva itt fejlesztenek a helyi termelők, ez pedig a helyi gazdaságot növeli. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Városkapu lakópark. Több milliárd forintos beruházás épül Szekszárdon. Ellenőrzések húsvétkor. Az ittas vezetőket szűrik az egyenruhások. Ideje lecserélni a téli gumikat. Senki ne spóroljon az abroncsokon. Húsvéti népszokások. Egyre fogynak az ünnep tradicionális elemei. Nagyszombaton erős, olykor viharos lökésekkel kísért északi szél fog fújni. Visszaesik a nappali felmelegedés, hűvös lesz az idő. Éjszaka erősen felhős lesz az ég, kisebb záporok előfordulhatnak. Húsvét vasárnap is sokfelé fúj erős, gyakran viharos szél. Napos, változzan gomoly felhős idő valószínű. Eső nem várható. Húsvét hétfőn még erős szél fúj. Döntően felhős időre van kilátás, kevés napsütéssel, elszórtan záporokkal. Kedre mérsékelt, néhol élénk légmozgás lesz jellemző, és alapvetően borongos idő ígérkezik. Kisebb esőkkel, hűvös marad az idő. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!